Karcagon 2010. augusztus 29-én iktatták be Gulyás Zsolt plébánost, érseki tanácsost, aki időközben a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda lelki vezetője lett. Tartalmas 13 évet töltött el városunkban, amelyekhez nem csak a különböző területeken végzett fejlesztései és beruházásai voltak köthetőek, hanem a közösségépítésben végzett szerepe is kiemelkedő volt. Zsolt atya búcsú miséjére a Szent István Római Katolikus templomban került sor. A Szent Mise elején Zsolt atya felidézte a kezdeteket, az elmúlt évek történéseit, a legfontosabb pillanatokat. Emlékszem, amikor idejöttem, már eltelt egy jó pár hónap, és úgy sokféle kérdőjel volt a szívemben. Valóban itt a helyem, elkeseredtem, sokféle nehézséget éltem meg, és akkor fölnyitottam a Szentírást, Uram, mi az, amit mondasz nekem? És akkor éppen arra a helyre akadt az ujjam, ahol szó szerint ez állt, Isten mondja, örülök, hogy itt vagy. És akkor számomra az volt, hogy ha az Isten örül nekem, akkor a többi már lényegtelen dolog. Ez számít, hogy ő örül nekem, hogy itt vagyok. Aztán akartam megszeretni a karcagiakat. Akartam itt jól érezni magam. És igyekeztem is mindent megtenni azért, hogy legyen olyan szerető közösségek, amit a magaménak érzek, és ahol én magam is jól érzem. Akkor, amikor a beiktatásom volt, talán van, aki még emlékszik rá, 2010. augusztus 29-én volt a születésnapomnak az előestéjén, és akkor talán vidáman, kicsit humorosan a következőt mondtam, hogy hát valójában most én itt kaptam egy csomó apát, anyát, testvért, mert ugye az Úr Jézus mondja, hogy aki én értem elhagyja apját, anyját, testvérét, az százannyit kap. És hogy valóban az volt a célom, hogy családegyházat építsek, és hogy a plébánia ne csak egy épület legyen, hanem az egyházközségnek az otthona. És hálát adok a Jóistennek azért, hogy bizony volt olyan hét, ahol több mint 100 ember fordult meg a plébánián a különböző közösségek kapcsán. Beszélt a hívekkel eltöltött közös időről, azokról az élményekről, amelyek a jelenlévők életében emlékként örökre megmaradnak. Hála van a szívemben, hogy valóban 100-annyit kaptam, hogy a Jóisten kárpótolt, hogy több helyen családtagként érezhettem magam, hogy családok bizalmába fogadtak, és éreztették velem azt, hogy fontos vagyok számukra. Köszönöm ezeket a bizalmakat. Akkor, amikor egy pár évvel ezelőtt Kelep Pál atya a gyimán miséjét mutatta be, Karcagról elszármazott pécsi plébános, nyugalmazott plébános, amikor prédikált, akkor arra hívta fel az ittenieknek a figyelmét, hogy kedves testvérek, vegyétek észre, hogy mennyi csoda történt itt Karcagon. Nem csoda, hogy idejöttek, nem tudom én hány év után, a marista szerzetesek. Hogy itt van egy egyháziskola, a marista iskola. Majd 2015-ben pedig a Györfi István, akkor tagiskola, a katolikus egyház fenntartásába került. És valóban, ha végig gondoljuk, annyi csoda történt itt ebben az egyházközségben, amire, ha végignézek, akkor engem is úgy nem csak a csodálkozásra és az ámulatra késztet, hanem arra, hogy hálát adjak a Jóistennek, hogy Uram, ez mind a te műved volt. A mise folyamán imádságok, egyházi énekek, evangéliumok, apostoli levelek felolvasására került sor. A prédikációt követően az atya megköszönte a támogatást, azt a szeretetet, amely a nagykunságban meghatározta a mindennapjait. Külön kiemelte és köszönetét fejezte ki Karcagváros önkormányzatának a támogatásáért.
A továbbiakban meghatódva beszélt azokról a családokról, hívőkről, egyéb közösségekről, akiknél családtagnak érezhette magát, akik a mindennapjaiba befogadták és számítottak rá. A mise utolsó részében búcsút vettek tőle az egyháztanács tagjai, a Szent Pál Marista általános iskola vezetői, a György István katolikus általános iskola és Szent Erzsébet óvoda vezetői, munkatársai, óvodásai, iskolásai, a szülői munkaközösség tagjai, a Máltai Szeretetszolgálat karcagi csoportja, a Városi Pedagógus Nyugdíjas Klub és az Ifjúsági Körösök. Karcagváros önkormányzata nevében Szepesi Tibor polgármester vett búcsút az atyától, valamint felolvasták Huba Imre, a Jászhanykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnökének búcsúzó gondolatait is. A városvezető elmondta, ugyan a búcsú percei vannak most. Az, hogy ma ilyen sokan együtt vagyunk, az, hogy ilyen sokan eljöttek, pontosan mutatja azt a felelősségteljes, önzetlen, áldozatos munkát, melyet a település lakói, lelki, vallási, közösségi élete érdekében végeztél. 26 évvel ezelőtt a felszentelésedkor az egyháztól különleges feladatot és felhatalmazást kaptál. Az eltelt több mint negyed évszázad, melynek fele benne a karcagi 13 év, azt bizonyítja, hogy mind az elhívó Istenhez, mind az egyházhoz, mind a hivatalodhoz, szolgálatodhoz, mind településünkhöz, mind a rádruházott hatalomhoz is hűséges voltál. Karcagváros lakossága az egész közösség nevében szeretném megköszönni ezt a szolgálatot. Viszont mégse a szomorúság legyen a főszerep. Zsolt atya, a városunkba a közösségért tenni akaró emberként érkeztél, és Karcagon felelősségteljes, önzetlen, áldozatos munkát végeztél. Szolgálatodért kérjük, fogadd el tőlünk Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész alkotását, mondta a polgármester. A könnyes búcsú perceit követően a Szent Mise végén Zsolt atya egy-egy kézfogással, öleléssel búcsúzott a hívektől. A továbbiakban augusztus 1-től a Borsod megyei Encsen teljesít szolgálatot.